Akkor jó napot kívánok, mindenkit tisztelettel köszöntök a Kasszó ZRT kisvonatán. Engem Cippán Ferencnek hívnak, én leszek az önök vezetője a Balátai túrán. A programunk annyiból áll, hogy van egy szépen kitakarított ösvényünk, ezen elmegyünk egy 500 métert, ott találjuk a Baláta lápot. A láp fölött van egy 540 méter hosszú sétány, három pihenővel, egy madár megfigyelővel, ezt be fogjuk járni, és mehetünk befele. Itt látunk egy szép cseres tölgyes erdőt. Kasszó nagyon híres gomba termőhelynek számít. Errefele az emberek háromfajta gombát szednek föl igazándiból. Az ízletes vargányát, a rókagombát, illetve galambgombát. Másfajtát jószerével nem is kell, mert ebből megtelik a kosaruk, de viszont a törvény az azt mondja, hogy egy ember egy nap 2 kg gombát szedhet, hogy több létszámba kell érkezni ahhoz gomba szezon idején, hogy meglegyen mindenkinek a 2 kilója. A gombás könyvről is kéne szólnunk, az viszont úgy kezdődik, hogy kiskorában nem szabad fölvenni a gombát, mégpedig azért, mert a mérges gombára jellemző jelek nem alakultak ki rajt. Kivehetjük a majd, minden mérges gombának van bocskora, kivehetjük a bocskorából, nincs még lemeze, nincs gyűrűje, se fedőszíne, meg 10 másik olyan dolog, ami a mérges gombára jellemző jelekre utal. Éppen ezért csak a gombát igazán ismerő emberek szedjék fel a gombát, meg arra nagyon haragszanak a gombázók, akik rugdossák fel a gombát. Mivel az összgomba mennyiségünk 75%-a ehető gomba, nagyon sokfajta tinórú található. Érdes tinórú, ligeti, molyhos, tehén tudomú sorolhatnám, és ez javarészint ehető gombák. És hogyha valaki megy az erdőben, mivel nem ismeri, fölrúgja, az utána következő embernek az ellenségét, vagy esetleg a kis pénzétől szabadította meg. A különböző tájról érkező emberek különböző neveket, hagyásfa, jelfa, térképes fa, egyebeket tudnak adni neki, mivel régi fáról van szó, sok mindent látott. Nem titok, hogy honvédségi erdészet voltunk, katonai térképeken szerepelnek, mint tájékozódási pontok ezek a tölgyfák, mert számos darab található Kasszó területén belőlük. Ha ma kivágnak egy erdőt, mert az erdőnek az lesz a sorsa 100-120 éves korában, ahogyan jöttünk vonattal, láttunk bekerített öreg erdőket, az azért van, mert kivágták a fákat, azokat csak azokat hagyták meg, amelyikek magtermők, fölhasították a kivágott részen a földet, le fog hullani a mag bele abba a szűzföldbe, és csodálatosan meg ez része a természetes erdőfelújításnak. Nem kell akkor így magot gyűjteni, azt elvetni, azt 2 évig ápolgatni, öntözgetni egyebek, kivinni a hagyományos talajba, ott jön a szárazság, mint ez évben például mi volt, jön a szarvas, lerágja, a cserebogár lerágja a gyökérzetét, éppen ezért itt természetes módon ki fog kelni a csemete, és akkor minden tizedik fát, apró csonthéjas gyümölcse kell majd bepótolni, vadmegy, vadcseresznye, zselyitszemegy, egészen a vadkörtéig bezárólag, és azért, hogy a madaraknak legyen táplálkozó, illetve pihenőhelyük. Hogy körülbelül 1-20-1-50 víz hiányzik, mert a tavaszi időben, olyan jöttünk be ide, még itt a járlapok között jött föl a víz, ennyi az a mennyiség, ami hiányzik, hát innen számolva körülbelül 1 méter 20 centi. Itt látunk a sétány alatt zsákokat. Az építők úgy építették meg, hogy akkor több volt a víz, és megtömték a zsákokat kővel, és egy 40x40-es járlapra rátették. Úgy tudták ideig megkészíteni, de nem teljes egészében kész ez a csodálatos kis művünk, mert a végére ide ki a nyílt vízre még egy 12 méter magas 4 szemét befogadó madárkilátót kell építeni, meg ezeket a zsákokat vissza kell innen bontani, mert a természetvédelmi törvény nem engedi ezt a műanyagozást itt benne, úgyhogy szőlőpökre kell megépíteni, és meg kell építeni teljes egészében a madár megfigyelőt. Ott látunk egy maradványát a rózsánknak, itt lehetett látni, csodálatos szép fehér tavirózsákat hozott be ide a szél,
még körülbelül egy hónapja olyan szép virággal rendelkeztek, de hát a november az csak november. Szóval azért jöttünk ide, hogy lássuk, hogy mennyi az a víz, ami hiányzik a Baláta lábról. A vízünket, mint mondottuk, ez a sok rekettje bokor elszipkázza, a levélen keresztül nyári időben elpárlottatja a vizet, éppen ezért fogy a lábnak a vize. A Baláta láb halállományáról szeretnénk. A Natura 2000 programig lehetett horgászni, hogyha valakinek volt egy 4 órája, akkor egy 40-50 darab ekkora kis kárászt tudott fogni a láb vizébe, ugyanúgy, mint a kis Balatonon, csak nem kellett hozzá semmiféle horgászengedély, meg volt a horgászélménye, a halászsákmánya is mehetett. 2000 óta nem lehet ide bejárni. 2008-ban viszont kiszáradt annyira a láb, hogy ilyen 100 négyzetméteres tocsogókká alakult át. Azt tudjuk, hogyan fogy a víz, a hal megy a víz után a legmélyebb pontokra. Beleszorult a kis apró tocsogókba a halacska, a vaddisznók viszont 2008 nyarán ezeket a halakat megették. Kérték bele, maradt utána, hiába lett nekünk 2010-ben óriási vízünk, ha nem volt benne halunk. A Budapesti Madártani Intézettől járnak ide szakemberek számolni őszidőben a vadvécéket. 600-700 darab vadvécét számolnak meg, és azt mondják ezek a szakemberek, hogy ez a vadvécé, ő télen befagy a láb, elmennek élővízre, nekünk legközelebbi élővíz a Dráva folyó, és tavasszal, hogyha jönnek vissza, megállnak telepített halastavakon és megtermékenyített petét, lárvát, ikrát, épp melyik halnak, milyen stádiumban van az ikrája, hoznak, és a kulcs szó, hogy természetes módon legyen újból betelepítve a lábhallal. Most ezt 2008-ban mondták 10-ben, hát azóta eltelt 7 év, nagyon sok vendégünk van. A vendégek egyik fele ezt tele látja hallal, a másik fele nem lát benne halat. Hát aki tele látja hallal, nagyon sok vendég van, annak el szoktuk mondani, hogy annyi hal lenne, akkor nekünk kellene itt látni madár populációkat, kócsagot, gémet, kis nagy kárkatonát, mivel mi heti 4 alkalommal járunk ide, de 6 darab hattyunk van, azokat tudjuk mutatni a kedves vendégnek, de ragadozó madarakat, vízi madarakat nem. Aki meg azt mondja, hogy nincs benne hal, az viszont meg tudjuk cáfolni, mert meg kell nézni ott azt a sast, azt itt fényképezték le, hogy a Karmai Köz vitte a halat, és ha lemegyünk a vízhez, ott látunk apró fodrozódásokat a vizen, ami fehér húsú halra, keszegfélékre utal, úgyhogy van benne hal. Mi véleményünk az, hogy nem akkora mennyiségben, hogy egy madár populáció rátelepedjen. Jó, akkor kérem önöket, hogy menjünk le a vízhez, és akkor megnézzük, hogy ott mit látunk.